Sziasztok! Sziasztok! Épp úton vagyunk a Sáráért, megyünk a csarnokba, honnan majd indulunk Vácra. Itt vár minket már kint az út szélén. Meg is állunk, érte? Itt vagyunk, négyen, itt a Niki még, az Emmel utca, és úton vagyunk a csarnokba. Hello csapat! Mindenki készülődik? A meccsre remélem mindent elraktatok, polár, gatya, cipő, mezek. Egy kis pörgető, egy kis bécia, egy kis cipő. Minden egyes alkalommal mi vagyunk az utoljára. Az öltöző. Nem de reméljük azért nem hagynak itt minket. Nagyon-nagyon szorgalmas csapat van itt. Büszke vagyok rájuk. Jött a Sára! Hát ki mellett ülne, mint mellettem? Megjött Boris. Megjött Luca is. Ki jön még? Jaj, Frozsina is megérkezett. A kis pörkötjébe, vagy nem tudom mit hozott. Jön a Josephine. Ki jön még? Ott a Szari is. Hello. Szia, Szari, mit hoztál ebédre? Tejes usnak, Edli. Nagy Szari. Jön Bernie. Na, ezt már szerettem ezt. Szia, kincsök. Szia, Bi, mit hoztál ebédre? Smácerit. Semmit. Biek még nem értek ide. De majd lassan jönnek. Mi majdnem itt felejtettünk, de szerencsére visszafutottam érte. Ott jön az edzői stáb is. Szóval ennyi. Tudnélik, a Sasának van egy tacskója. Pablo. Azaz ő. Igen. És mindemellett, ugyebár, hogy itt minden menjen mindenhez, tocskos zsebét is hozott magával. Vácra, itt öltözünk, ott a kincse, mi ott öltözünk, megjött Luca is. Ilyen két adás az öltözőnk. Itt a csapatnak a másik fele. Itt fognak öltözni a többiek. Egyes alkalommal fogadnak. 8 óra van, most értünk haza. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok!